Voltál már olyan helyzetben az életedben, amikor egy hátsó hang, egy megérzésszerű hang azt mondja, hogy inkább erre menjek, és ne arra, amerre a megszokott útvonalam vezet. Nos, ez nem más, mint az intuíció. Ez egy nagyon alap dolog, rengeteg más helyzetbe be tud lépni. A két agyféltekén különböző módon működik. Ugye a bal agyférteke az az intuitív, a jobb pedig a logikus. Ezeknek a harmóniájából, a két agyférteke harmóniájából születik mindig a legjobb döntés, de ma az intuíció fejlesztésről szeretnék inkább beszélni. Hogyan tudjuk ezt megélni? Hogyan tudjuk ezt fejleszteni? Hiszen egy csomóan azt mondják, hogy hát ez nekem nem megy, én nem hallom, dehogy nem, mindent hallunk. Legelső sorban a logikai énünket, az egónkat halljuk, ezt úgynevezett belső fecsegőnek is hívják, aki folyamatosan monológokat mond neked, elég erőteljesen és elég hangosan. Általában ez arról szól, hogy miért történik ez meg velem, miért kerülök ilyen méltatlan helyzetbe, menj oda és mondd meg. Tehát mindig valami felszólító, vagy egy miért-tel kezdődő kérdésben mutatkozik meg az ego, mert szeretné, ha megvédeni magad. Közben lehet, hogy neked éppen arra nincs szükséged, és valahol ott leghátul van egy nagyon halk hang, aki sugja, hogy mit csináljál. Nos, ő az intuíció, ő a felső, vagy az isteni éned, aki próbál neked segíteni a legjobb tanácsa, hogy ebből a helyzetből minél egyszerűbben és könnyebben ki tudj lépni, hogy feloldd ezt a szituációt. És akkor most nézzük, hogy mi az a hét jó tanács, ami arra szolgál, hogy az intuíciódat fejlesd, és most olvasni fogom, nehogy valamit kihagyjak. Az első, az a meditáció. Minél több időt töltesz meditációval. Tudom, hogy a rohanó világban erre nincs idő, hogy naponta 2 órákat töltsünk el meditációval, mint ahogy régen mondjuk az indiai guruk, vagy lehet, hogy manapság is pont így megy. Tehát, hogy nincs erre időnk. Van egy jó hírem, egészen rövid távú, pár perces meditációk vagy relaxációk is nagyon-nagyon sokat segítenek az intuitív megélésben. A második pont, hogy lehető legtöbbet kommunikálj a természettel. Ez mit jelent? Kimész egy parkba, egy kertbe, egy erdőbe, elmész kirándulni, és ott megpróbálsz az ott lévő rezgésekre ráhangolódni. Sokszor bután fognak rád nézni, amikor állsz és mondjuk fogod egy fának a törzsét, mert szeretnéd az ő rezgéseit felfogni és átérezni. Vannak olyan gyógyító módszerek, amik például azt tanácsolja, hogy ölelges minél több fát és minél nagyobb számba. Nos, ez a természete való ráhangolódás, de otthon a szobanövényeiddel néha beszélgetsz, vagy az ő ápolásuk is ezt a fajta ráhangolódást segíti elő, hogy visszatérjünk az eredet állapotunkba. A harmadik pont az a kreativitás. A kreativitásról sokat szoktam mostanában beszélni. A kreativitás nem csak azt jelenti, hogy valami szuper alkotást létrehozunk, hanem ha kreatívan éljük az életünket, tehát mindig megtaláljuk a megoldást az aktuális problémánkra, és egy egészen egyszerű példa, főzésnél valamit szeretnél elkészíteni, de valamit elfelejtettél hozzá megvenni, de tudod, hogy mit tegyél be helyette, vagy hogy pótold, na az is kreativitás. Tehát rengeteg ilyen kreatív metódus van, de ha a kreativitást a művészeteken keresztül szeretnéd megélni, akkor akár a firkarajzok, vagy a mandala készítés, vagy a most éppen oly divatos mandala kifestőkönyveknek való színezése is elindíthatja benned. A negyedik pont az a tanulj meghallgatni. Miről szól? Nem kell mindig minden esetben beszélni. Bár én is most már hosszú percek óta itt beszélek, azért vannak olyan időpontok, olyan helyzetek, amikor azt mondom, hogy inkább én most hallgatnék, és ezeket a hallgatásokat keresni is kell, ehhez megint megfelelő környezet, csend szükséges, hogy meghalljuk a belsőnk, a testünk, az egónk, vagy pedig a felső énünk üzenetét, ehhez az kell, hogy néha csendben legyünk. Csendben még a 4-es-6-os villamoson is lehet lenni, amikor elkezdünk figyelni. Körülöttünk a világ zajlódik, ahogy zajlódik, ki tudjuk zárni ezt a rengeteg tömény információt, de ehhez persze gyakorolni kell. Először azt javaslom, hogy mindenki csendben, nyugodt környezetbe kezdje ezt a fajta befelé figyelést gyakorolni. Az 5. pont nem más, mint az, hogy légy testtudatos. Kezd el figyelni a tested apró jeleit.
egy-egy szúrás, egy-egy apró fájdalom, egy-egy nehezebben mozgatható alkatrészünk már valamit jelez. De jeleznek a betegségeink is, például ilyenkor rá kell kérdezni ebben a csendes, megfigyelő, befelé forduló állapotban, hogy mit üzen a tested, mit üzen a betegséged, mit kéne kijavítani, hol kéne tovább lépni, merre kéne haladni. Ez az ötödik pont. A hatodik pont, engedd el. Hát ez a legnehezebb, tehát ezt így könnyű kívülről mondani, engedd el ezt a problémát, már ne foglalkozz, engedd el ezt a kapcsolatot, engedd el ezt, engedd el, de hogy? Az elengedésre az általam legjobban bevált módszer, az szintén egy kicsi meditatív, kicsit relaxációs állapotban történik, méghozzá úgy, hogy amiről már tudva tudom, hogy nincs rá szükségem, azt egy tengerparti képben egy hajóba elhelyezem, csomagonként, egyenként, ezek lehetnek személyek, életesemények, bármi, ami neked kellemetlen, és már nincs rá szükséged, és belerakom a hajóba, és hagyom, hogy ez a hajó eltávolodjon tőlem. Na, itt lesznek a legnagyobb meglepetések, mert amire azt hiszed, hogy elengeded, azt így fogod szorítani, hogy ezt be nem rakom a hajóba, ez kell nekem, vagy ha már elindul a hajó, tehát hogy elkezd tőled távolodni, akkor megpróbálod valahogy visszaszerezni. Igen, ez bizony néha sírással is jár, hiszen nem annyira egyszerű ez a folyamat, de meg kell élnünk, hiszen nem tudunk csak teljesen tiszta alapokra építkezni, hogy valami jó, nagyon jó megtörténjen az életedben. Sok sikert kívánok az intuíció fejlesztéséhez, és remélem, hogy minél többen, minél sikeresebben veszitek ezt az akadályt.